az oktatás tudatos és módszeres leépítése, lerohasztása, és a tudatos korszerűtlenség. A korszerűtlenség, mint hivatalos állami politika, mint hivatalos állami oktatáspolitika. Megtanít minket, és ez a legfőbb, és ez a kádári kultúrpolitikának a legfőbb tanulsága, amit Orbán Viktor egy az egyben átvett, tokkal vonóval, megtanít, hogy a tanárnak mindig igaza van. Szerezd meg a tanár rokon szemvét. Hajlítsd meg a gerincedet. Tanuld meg, hogy a csalás és az ügyeskedés az érvényesülés útja a Kárpát-medencében. Erre szolgál az oktatás. Az oktatás nem arra szolgál, hogy téged bármire megtanítson, akár készségeket fejlesszen, akár még csak információkat adjon át, arra szolgál, hogy akkora legyen folyamatosan a törzsanyag, amivel kapcsolatban téged bármikor meg lehet szivatni, de bármikor ki is lehet segíteni. Hát pont az a lényeg, hogy akkora törzsanyag van föladva neked, hogy folyamatosan a tanárnak a segítségére legyél bízva, és hogy folyamatosan megtanult, hogy egy kis csalással, egy kis ügyeskedéssel, egy kis múzolással, egy kis benyalással itt azért nagyon sokra lehet vinni. Ez a felkészítés Kádár János országára és a Kádár János országában zajló életre. Arról van szó, hogy tanuld meg, hogy amikor a rendőr követeli rajtad a egészségügyi csomagot, akkor süsd le a szemed. Így kell viselkedni a Kárpát-medencében. És ez ugyanaz a szituáció, amikor kiszáll hozzád a NER. És azt mondja, hogy hát itt problémák vannak, itt van ez a vállalkozó, neki el fog kelleni adnod a cégedet mondjuk az értékének az egyharmadáért, vagy hát itt találtunk egy csomó mindent, vagy ha nem találtunk egy csomó mindent, majd hát, na hát mégiscsak itt van. Hogy került ide? És ezért el fogod adni a cégedet az értékének az egyharmadáért, mert így legalább egyharmadnyi pénzt kapsz a cégedért. Ugye? Ez ugyanaz a szituáció, ugye, amikor a hatalom leszáll hozzád, és elmagyarázza neked, hogy itt ez az egészségügyi csomag, hát nem igazán teljes. Hát hol van a gézlap? Ugye? És akkor ez... Mindig van valami, amit kell... Tehát, ha nem sütöd le kellően a szemedet, és kihúzod magad a közeg előtt, akkor mindig lesz valami, ami hiányozni fog. Ugye? Elakadás jelző háromszög. Ugye? Tehát, hogy itt az állam és az egyén viszonya az, amit vizsgálunk, ez nem egy nyugatos viszony. Ez egy bizánci típusú, kifejezetten a régióra jellemző, félperifériás működés. Az az igazság, hogy Orbán Viktornak alacsony képzettségű zsellérekre van szüksége, akiket bérrabszolgaként eladhat a multinacionális cégek gyártósorai mellé. Ez az igazság. A szabadságharc díszletei mögött a magyar munkaerő seftelése zajlik. Olcsó, alacsonyan képzett és öntudatlan, szakszervezetek által meg nem szervezett munkaerő seftelése zajlik. Ezekkel kereskedik Orbán Viktor, mert Orbán Viktor nagyon is jóban van a multinacionális cégekkel. Nagyon is jóban van a nagyipari multikkal. Pontosan az ő legfőbb terméke ez. Ez a zsellér. Ez az oktatás által fel nem nevelt, kultúra által nem érintett, bulvár által elbutított, az oktatás által szolgasorba tenyésztett magyar munkaerő. Ez Orbán Viktornak a legfőbb exportcikke. Ez tudja kínálni Orbán Viktor. Ez itt már nem pusztán oktatáspolitika. Ez itt már társadalompolitika. Ugye értjük? Polgárokból nem lehet feudalizmust építeni. Az csak jobbágyokból lehet. Tehát ennek az országnak jobbágyokat kell képezni. Erre szolgál az oktatáspolitika Magyarországon. Nem pusztán az elmúlt 8 évben. Ez elmúlt 70 évben legalább.